Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHalom csatorna Bannerlord sorozata, és itt vagyunk, folytatjuk a battaniai elleni háborunkat. Nem is húzom nagyon az időt, figyeljetek, ide becsatlakozunk szépen. Azt mondja, nem is tudom, hogy ide nyomjunk, vagy ide nyomjunk, szerintem... Ja, ennyi, így ide jövünk. Lead in a South. A most építgeti a katapultokat. Meg a trebusékat. Azon gondolkodom most, hogy ők vezetik a háborút, most várjunk vele? Az a trebusé nem is nagyon akar támadni. Mondjuk az a helyzet, hogyha ha most megostromoljuk őket, akkor az azért kicsit fájdalmas lesz. Lehet, várunk egy picit. Mi történik? Az északi birodalommal békét kössünk. És fizetnek nekünk? Tudjátok mit? Enkurian és Kifor is szeretné. Ó, náluk is van az, hogy mennyi befolyást használnak fel. Azt hittem, hogy nekik ilyen befolyásuk így úgymond így nincsen, értitek? Tehát nem számolja a rendszer, hanem csak valahogy eldönti logikailag, hogy hogyan akarnak reagálni. De akkor ezek szerint nekik is van befolyás, és ők is felhasználnak. Jó, hát figyeljetek, elfogadjuk, mert nem látom értelmét az északi birodalommal háborúzgatni. Pláne, hogy most itt vagyunk Battania ellen. Hát azt is kiütötték. Nem leszünk jobba ezekkel. Én úgy érzem, mivel az AI nem rakja el ezeket, így nem hinném, hogy előrébb leszünk. Már azt ott megsemmisítette úgy, hogy egyet nem lőtt oda. Kicsit össze vagyok keveredve, hogy történik ez az egész. Az is megsemmisült, vagy elrakták, vagy mi történik? És a falat dobálja, igen. Hát akkor végül is figyeljetek, végül is átveszi mindjárt itt az irányítást, mert most már kettő is van. Megvárom, még egy jobb pozícióba összehozzák itt. Hopp! Nem, azt mondták, támadunk most, jó! Akkor támadunk most, hát nem mi vezetjük ezt a csatát, na mindegy, figyeljetek. Reméljük nem olyan jó döntés, mint a Vlandia elleni háború. Akkor megszívtuk. Ha jól láttam, van egy ballisztájuk, meg egy onagerje az ellenfélnek. Udangos a játék itt. Jeez. Nyugalom. És nekünk meg van minimum két ballisztánk. Egy faltörőkos, és egy akkor egy ostromtorony. Ah, nem rossz az. Hopp, ott repül a kő. Hát, hogy ez mennyi mindent fog eltalálni, az egy érdekes kérdés. Így. Régebben így figyelték meg a csatát a nagy hadvezérek, csak voltak körülöttük katonák. Most nem tudtam volna ilyet csinálni, nem? Most nem vezetek senkit. Ó, de vezetek pár embert. Volt egy olyan ötlet, hogy miért nem csinálom azt, hogy berakok magam mellé mondjuk egy 10 főt, vagy valami hasonlót, és akkor ők úgymond ilyen személyes testőrségképpen jönnek utánam, amikor ilyen ostromban. És valahonnan be tudunk menni? Ott vannak létrák? Nem, szerintem mindannyian a faltörőkost várják. Tudjátok, mit csináljunk? Na, pacit így lerakjuk. Íjászkodunk és krazza támogatjuk az embereinket. A mester íjász. Volt egy videó, nem is egy videó, egy ilyen short, tudjátok, ilyen rövid... Hello! Hoppá, szegényt azt ott eltalálták. Egy ilyen rövid videó, melyikben íjászkodtam, meg íjászkodott egy emberünk. És azok mind nagyon sikeresek voltak, szóval mi lenne, ha megismételnénk még egyszer? Tessék megosztani, még ha mellé is lövök. Ha nem megy a fal mögé, akkor meg el is találom. Hoppá, valami onnan oldalról. Feljebb még. Az nem tudom, hova repült. Az már lábon lőtte. Megölték. Au. Van a vállamba egy nyíl. Nincsenek létrák ilyenkor, de itt van egy létra. Miért nem rakják le? Mi le tudjuk rakni? Szerintem mi nem tudjuk, de le tudjuk rakni. Hűha. Azért ahhoz izom kell, hogy innen így a semmi az aljából elindítsd. Íjjal fel tudunk menni. Hú, várjátok, tudunk lőni. Tudunk lőni az íjjal ilyenkor. Ha felnézünk, azt lövöldözünk rájuk akkor itt létráról.
Mondjuk hátra tudnak lökni minket, ha nagyon akarnak. És nem sokat tudok fordulni. Finoman szúrja. Várjatok, tolnak! Baj van, feljöttek a csapatjaink! Oh, jeez, le fognak tolni. Az komoly! Hogy letoltak? Mondjuk az meglepőbb számomra, hogy az embereink elindultak, miután felraktam az egyik létrát. Jó lenne megállítani a katapultjukat, illetve a ballisztájukat. Gyerünk srácok, menjetek! Bezzeg, mi nem tudjuk tovább tolni az embereket. Itt átvettük az irányítást, jó gyorsan. Általában azért tovább tart. Hopp, jön az erősítés, ezt én állok be pont előre. Oké. Honnan lő vajon a katapult? Hát nem erre akartam leugrani. Nem tudom, hol lehet a katapultjuk. Mászkáljunk, az gyilkoljunk embereket. Ezzel segítünk a legtöbbet. Hogy? Lehet, hogy idefent már nem lesz senki. Ja, már nem lesznek itt. Már nagyon kezdenek kifogyni, ja, elfoglalhatjuk ezt az erődöt. Jók vagyunk így. Jó nagy erőd viszont. Hogy ott nézem, ott még mennek fölfele. Hát tudjátok mit? Vége is. Mondani akartam, hogy itt vágok egyet, mert nem akarok nagyon lemenni, meg úgyis megnyertük már. Ja, és most be kell mennünk, mert benn vannak a kastélyon belül. Hát mondjuk ne battanion fiend championöket használjunk, hanem akkor nem tudom, valami légionáriusok. Az teljesen jó. Közelharci mind. Úgy, ne, ez itt tökéletes pozíció. Szálltak, miért engem lőttek? Na nézd meg már, honnan lősz? Ezek fogadjunk az embereimet, nem lövitek. Ez minden irányból engem. Megállunk ide. Ilyen nincsen, rögtön engem mind. Bement helyettünk egy másik ember? Jól látom, mert ő szerintem az egyik emberünk. G4, ja. Helyettesít minket? Mert most is 15-en vagyunk. Érdekes. Jó, felgyorsítjuk. Ahogy mi, nyertünk. Ezt egy ember se halt meg rajtam kívül. Jó, én se haltam meg, én is csak földre kerültem. Őket mind visszük. Prisonerök nem érdekel nagyon most. Most mondjuk van nálunk mondjuk prisoner. Van nálunk néhány fogoly, mert gyűjtöttünk. Visszavisszük viszont Epic Rotelbe őket. És akkor most szavazni kell? Ja nem, én vagyok az új birtokos. Most kell szavazni. Na, még meg tudjuk oldani, hogy én kapjam. Ja, várjatok, ilyenkor mindenképp én döntök róla. Ja. Minden az én birtokom lesz. Majd osztogatunk ki még, csak azért szeretnék több birtokot magamnak. Mert szeretném majd, hogy... Yours is not a face I know. What is your name? Hogy majd veszünk fel még vazallusokat, és akkor adunk nekik is területet. Tehát azt szeretném, hogy több vazallusunk legyen több területtel. Ez így mind oké, és ahogy nézem. Annyira nincsenek sokan. Szóval szerintem azt csináljuk, hogy támadjon mindenki, ez kész. Akkor lovassák, hogy ne menjen nagyon előre.
Ezért egy picit így megfogjuk őket, hogy jöjjenek velem. De gyorsak a gyalogságaink! Zászló, mit kaptak, speed up-pal, oda néz, hogy futnak. Kegyetlen, hogy szedik a lábukat. Nagyon tetszik, hogyha tudunk szerezni még ilyen zászlót, a hadvezért is tudnánk fejleszteni arra, hogy gyorsabban mozogjon a gyalogság, csak általánosságban véve úgy érzem, hogy jobban megéri a hadvezért arra fejleszteni, hogy így az erejüket fejleszti, vagy valami hasonló. De hú, de adnám, hogyha ilyen mint rakéta így mennének előre. Nézzétek, hogy szedik a pici lábukat. Lovassággal így hogyan szokták ezt nevezni? Ügetünk, azt hiszem, úgy nevezik. És még mindig nem hagyjuk le őket. Gyönyörű. Az íjászok meg lemaradnak, de hát ez kit érdekel, hát ők távolról majd lövöldöznek szépen. A gyalogság minél hamarabb odaér az ellenséghez, annál jobb, mert annál hamarabb be tudom küldeni a lovasokat is. Sőt, kezdésképpen már mehetnek is be a lovasok, elkezdik felzavarni ott az ellenséget, és a gyalogság beérkezik, hogy majd feltakarítson. Így, teljesen jó lesz ez. Ja, nézzétek, jön is be a gyalogság, azt maradékot leölik, akik túlélték azt a rohamot, amit a lovasság hozott. Ja, nem tetszik, hogy összehoztuk a katonáinkat. Kicsit sokan vagyunk így, aztán sok dolgom technikailag nincsen. Nézzük csak, fut valaki? Fut, ott egy lovasuk. Na, ezt elkapjuk még. Gyere csak, paci. De szépen eltaláltam. Azt hittem mellé fog menni, de nem. Teljesen jól. Végeztünk? Szerintem végeztünk. Tarab emberünk nem halt meg. Tarab emberünk. Ja, mondjuk nem a legnehezebb, tehát nem realisztikus módon játszunk, szóval. Ott lehet, hogy azért vagy földre került volna egy-kettő. Nem azt mondom, hogy meghal, de földre kerül egy-kettő. Hogyne. Hát ott a 96, azt is szeretnénk, már ha tudjuk. Már elutalérjük. Lehet belefog... Ja nem, az Vlandiai erőd. Hát... Határosak lettünk Vlandiával. Ó, várjátok, ő az uralkodó. Ha őt elkapjuk, az remélem előrébb viszi a céljainkat. Na, hát maradunk ugyanannál, mint előbb. Azt hogy jelöltem ki? Ja, várjátok, ha lenyomva tartjátok a kontrollt... Ne szállj le. Ha lenyomva tartjátok a kontrollt, akkor azon a csapaton kívül mindenkit. Szóval Control 3, hát ez nagyon nem azt adta be feltétlenül. Lehet, hogy... De a kontrollal leszár a lóról, szóval... Maradjunk annyi, hogy nem fogom használni. Érdekes. Szóval akkor, hogyha a kontrollal megnyomod a számot, akkor azt kiveszi a jelölésekből. Mert az egyet nyomtam meg először, és utána meg a hármat, és utána úgy akkor a lovasság se volt benne, meg a gyalogság. Kicsi apró részlet, de nem hinném, hogy annyira fontos lenne. Na, hol mentek? Tolérünk titeket így is, úgy is. Nézzétek a parasztot, hogy fut. Kis kaszácskájával. Nem tudtuk volna fejleszteni? Miért vannak parasztjaink még mindig? Lehet, hogy az erőd, amit elfoglaltunk abban. Össze-vissza mozognak. Na, lovasság be, gyalogság majd utoléri. Shield Ball Formation. A mob szélére álltak. Mekkorák. Hopp, kicsit vissza vonulunk. Az jó taktika a map szélére állás. Gondolom a hegy miatt állt ide, de amúgy tök jó taktika lenne. Ez fájni fog. Ez földre küld mindjárt. Oké. Akkor tudjátok mi, ezt mi most megvárjuk itt, mert... Igazából elég sok életet elveszítettünk. Azzal, hogy a map szélére állnak, azzal a katonák nem nagyon akarnak kimenni a mapról. Tehát nem, igyekeznek nem kimenni, azért nem megyünk körbe körülöttük és minden irányból támadjuk őket, hanem csak szemből. Szóval ez egy tök jó taktika, amit így véletlenül használt szerintem az AI.
Hát azt... azt leverték. Nyertünk. Ó, hiking kaladok, gyere csak! Suvis. Ó, megmentettük egy emberünket. Annál jobb. Na már visszük is a foglyokat akkor eladni. Ezt szerintem ennyit végeztünk. Arra vagyok kíváncsi, hogy diplomáciába hogy reagálnak most. Már nem kell fizetnünk. Viszont nincsen peace támogatottság. Át tudjuk venni? A háborúban vagyunk az ellenségnek az embereit? Át tudjuk venni, nem? Akkor csináljunk egy legelső sorban, visszamegyünk oda. Hopp, hopp, nem. Legelső sorban elverjük azt a majdnem 300 főt, ami tődözi az embereimet. Mert nem tetszik, hogyha ennyire egybe vannak seregek. Well, if it comes down to you and me, let's make it a fight that the bards will sing about, eh? Azt mondja, hogyha egy csatára kerül sor köztünk, akkor vívjuk meg azt a csatát úgy, hogy az énekesek, a zenészek tudjanak róla dalokat írni. Ő esetleg nem... Ő battaniai kultúra. Azt mondtam volna egyébként, hogy a vikingekhez tartozik, de adjunk neki. Hmm. Mi van, ha lévelek most? Főképp amiatt egyébként, mert éjszaka van, és nem szeretek éjszaka háborúzni. És együtt megyünk velük. Az alt billentyűt, ha lenyomva tartjátok, akkor nem neki ütköztök az ellenség seregnek, hanem mentek vele együtt. És akkor ezzel szoktam húzni az időt, tudjátok, hogy úgy tudjak harcolni, hogy nappal van. Tehát követem őket, így közvetlen szinte mellettük. Lehet, hogy nem láttátok előbb, szóval így közvetlen mellettük. És aztán ugye, amikor nappal van, akkor meg nekik megyek rendesen. Na, mivel ilyen jó fej volt velünk, lehet, hogy a csata után engedem, hogy azt csináljon, amit akar. Itt van Hafisa. Hafisa az ide jöhet, mert ő lovas. Genald, the Grizzly. Te nem tudom, mi vagy, szóval téged lovasnak rakunk. Ó, itt vannak tök közé. Hát akkor charge mindenki. Nem szórakozunk, adjunk nekik. Mennyi lovasunk van? 101. Tök közel vannak, nem baj, ez egy gyors ütközet lesz. Szúrtak. Ó, nem láttam, hogy jöjjön. Ha látom, akkor vágok egyet rajta. Az ott az én emberem? Levágták egy emberemet? Méghozzá egy lovas? Levágtam lovat. Elnézést kérek mindenkitől, aki szereti a lovakat. Esküdöm, szándékos volt. Az ijászokat abszolút nem értem, hogy minek próbálnak mindig közelebb mozdulni az ellenséghez, hogy így charge-on vagyunk. Tehát mármint lőjenek, oké, okay, csak menjenek annyira közel, amennyire kell nekik, hogy közel legyenek. Nem kell, hogy... hogy közel arcba menjenek, értitek? Hű, ebben a videóban jó sokat harcolunk. Ez már nem is tudom, hanyadik csatánk. Hol vannak még? Ott van egy lovasuk. Vajon van-e friendly fire? Tehát vajon az íjászaink lövik-e a saját társainkat? Erre úgy kíváncsi lennék. 16 embert vesztettünk. Hm. Ez elég sok veszteség volt. Viszont őt megmentettük. Ennyi foglyot tudunk elbírni. Az a kérdés, hogy a foglyokat is tudom állítani így. Aha. Úgy, őket lerakjuk, és akkor helyettük hozunk jobbakat ígyni. Hopp, 12 emberünk tud fejlődni. Hú, 25% mozgássebesség? Hol van a lovasság vezetője? Ő? Troop Movement Speed. Miért ez micsoda? Troop Movement Speed szintén.
Hát akkor maradunk szerintem ennél, ez jobban néz ki, mint ez. Ellenben szerintem azt meg fogjuk tartani. Mert 30%. A gyalogság még gyorsabb lesz. Ez 25, ez is 25, ez mondjuk 7000-et ér. De ez ugyanazt adja. Miért van különböző értéke? Na mindegy, akkor megtartjuk az olcsóbbat. Troop, troop, mindkettő troop. Ja, nem vágom, miért különböző az értéke, pedig ugyanazt a speciális hatást adja. Ellenben viszont a gyalogságunk megint 5%-kal gyorsabb lett. Polat, escaped from Vorcseg. Ide eljövünk, eladjuk a rabokat, ez a célunk. Ezt úgy fogjuk csinálni, hogy nem így, hanem így szeretném, mert őket nem szeretném eladni. És lenyomva tartjuk a kontrollt mellette, mert akkor sokkal gyorsabban átrakosgatja őket. Egyszer valaki írta nekem, hogy ha áthúzogatom őket, az gyorsabb. Holott végig úgy csináltam mindig, hogy a kontrollt lenyomva tartottam, és nézzétek, 9 fő van itt. Nem egyesével raktam, hanem egyszerre. Szóval az ilyenekre figyeljetek, hogy nincs baj azzal, hogyha így próbáltok nekem egy tippet adni. Csak figyeljetek, hogy nem-e amúgy jobban csinálom, mint hogy ti tudjátok, hogy hogy kell csinálni. Ez most eléggé úgy hangzik, mint hogy tudjátok, ilyen nagy képű lennék, hogy no, én jobban csinálom. Tökre lehet egyébként, hogy nem csinálom jobban, mint ti. Ellenben viszont, hogyha igen, akkor el tudjátok lásni tőlem. 12.000. 39. Tehát ezt hogy számolja? Ilyenkor ez csökken lefele? Aha, jó, csökken lefele. Ellenben viszont úgyse tudunk már neki mit eladni. Szóval ennyi. A fegyverek közül el tudnánk. Azt lehet meg is csináljuk, hogy az ilyen kicsiket... Ja, innen eladunk, hogy ne legyen annyi minden nálunk. Meg a legértékesebbeket. És akkor a többit meg beolvasztjuk. Így egy jó kis 50.000. És most, hogy eladtuk a rabokat, most már erre a seregre nincs szükség. Őket felbontjuk. Nyugodtan menjenek, amerre látnak. Én meg itt maradok, mert szerintem helyjel közel elvertük annyira az ellenséges battaniai királyságot, hogy ne tudjanak elkapni embereket tőlünk. Ha meg igen, akkor még mindig vagyunk annyian, hogy elintézzük egy-egy seregüket, hogyha nagyon akarjuk. Annyit szeretnék, hogy itt a Smithy-ben smelterünk egy keveset. Így, és még egy picit várunk. Siege-elik az egyik területünket. Remtoi Kastai. Tudjátok, mit felejtettem el? Rakni helyőrséget. 22 darab ember védi azt az erődöt. Már így látom magam előtt így az üvöltést a monitorban, hogy nem raktál katonákat. Nem baj, amúgy is Vlandia mellett van az az erőd, szóval nem sajnálom annyira, hogyha nem tud... Hát ezt megállították, ezt az ostromot. Hogyha nem tudjuk megtartani, de ezek szerint nincsen probléma. Na, most viszont, hogy ez megtörtént. Manage Garrison. És akkor ide jövünk, tír alapján csökken. Hát mondjuk azért jobbakat szeretnék. Hol van? Volt? Te mehetsz például. Crossbowman. Ebből is mehet egy kevés. Sharpshooter. Abból is menjen egy pár, illetve itt van nálunk légionárius. Néhány elit egységet szeretnék berakni, mert az a célom, hogy kevesebb egység, de értitek, azért nem tudom, olyan jók legyenek bent. Annyira nem számít, mert így is úgy is összehozza azt a sereget, amivel el tudja foglalni. Arm Trader, ezt átrakjuk. Így. És mennyi emberrel vagyunk most kevesebb? Nagyon sokkal nagy esélye. 253, egy 100-as emberrel kevesebb emberünk van. Smithing fejlődött, mit tudunk? 10% esélyünk van rá, hogy egy jó eszközt készítünk, egy jó fegyvert. És hogyha sikerül elkészítenünk a megrendelést, akkor kettővel javítjuk a kapcsolatot.
Ez meg, hogy jobbakat tudunk készíteni. Hogyha egy lordnak vagy egy hölgynek készítünk fegyvert, akkor négyen javul a kapcsolat. Inkább legyen ez, mert ezzel biztosabb jobb fegyvereket tudunk készíteni. Break school, mi van itt neked taktikai? Loose formation vagy tight formation szerintem, de a tight formation fogom ezt kiválasztani neki, mert jobban fognak sebezni a lovasságnak, hogyha harcba kerülnek velük. Az szerintem egész jó. És amondó vagyok, a varcsekből elmenekült valaki. Hopp! Hát nem tudom mennyien vannak viszont. Jó sokan. Nem baj, ez még jó is lehet nekünk, hogyha oda megyünk. Na, ez egy nagy ütközet lesz. Egyenlő létszámok, viszont a minősége az emberinknek azok. Messze menőkig. Éjszaka van. Everyone! Nem, úgy csináljuk, hogy... Aha, kontrollal. Illetve ti ketten mentek. Miért van egy lovas a gyalogságnál? Hű, nagyon érződik, hogy sok embert leraktunk. Egy 50 embert leraktunk, és érződik. Hopp, várjatok ki, mit csináltunk? F3. Nem tudom, mit csináltunk, mindegy, a lovasságot akartam beindítani. De véletlenül más csapatokat nyomtam. Nem tudom, kit vágtunk le ott az előbb a túloldalt. Mert levágtunk két ellenfelet, utána vágtam még egyet, és valakit megöltem. Csak úgy, hogy nem volt ott senki. Hopp! Elkapom! Enyém! Enyém! Úgy ne. Emlékeztek a régi jó sportunkra, amikor az ellenfél elmenekülhetett, hogyha nem tudtam lelőni távolra? Hát mivel nem tudok ijászkodni, most ez átalakult arra, hogyha utolérlek, akkor sajnos így jártál. Na, egy lovas. Kész. Ott is kell lennie valakinek azon kívül a lovason kívül. Ja, ez az lehetünk. Na, viszont kell lennie, figyeljetek, akciódúsabb rész. Tehát, hogy elég sokat harcolgattunk. Embereket mentünk meg, embereket fogunk el. Lehetne javítani a kapcsolatot, de mindegy. Nem szeretném azt... Azt szeretném, hogy a csapataink szabadon mozog... Mozoghassanak. Hát ez sajnos nem jobb, mint a miénk, viszont... Grizzlynek oda tudjuk adni. Az ő lovának jobb, és ez a ló igazából jobb, mint az ő lova. Itt van egy... Ja, ebből kettőt szereztünk. Aha. Valaki még? Hát nálad nem hiszem, hogy jobb. Igen, és ezen kívül senki nincs több. Jó. Jó, a ransom az nem érdekel minket. Mit fejlődtünk, és ki fejlődött? Én fejlődtem? Nem. Mert kettőt ír. Mindkettő vilóbark? Mindkettő vilóbark. Az orvosunk. Chance of recovery from death due to old age for every clan member. Konkrétan meg tudsz gyógyulni a halálból. Az öregedési halálból. Ne kérdezzétek, hogyan. Az egészségügyi ilyen tanácsadónk, az meg tud gyógyítani téged a halálból, hogyha jó tanácsokkal lát el. Ez kicsit fura. Wounded troops do not decrease morale in battle. Recovery rate for each type of food in party inventory. Animal production rate in villages bound to the governed settlement. Jó. Clan leader. Ő nem clan leader. Jó, akkor ezt a felsőt, ezt az öregedéses dolgot, ezt nem kapjuk meg, hogyha ő neki kifejlesztjük, mert ő nem az ilyen clan vezetője. Ellenben viszont szerintem ezt az 5% újra éledőset fogjuk választani, mert sok kaját szoktam venni, és akkor 5%-kal gyorsabban élednek, az jobb.
Party leader, mindkettő party leader. Party leader. Egyik se olyan, ami adna neki bármit is. Jó, az alsó lesz. Voltak éppen teljesen mindegy, mert egyik se ad neki semmit. Figyeljetek, viszont ezzel elérkeztünk ennek a résznek a végére. Remélem jól szórakoztatok, és remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is. Addig is pedig nézzetek körbe a csatornán, hát ha találtok mást, amit szívesen végignéznétek. Sziasztok!